Amíg önök az imént kereskedelmi információkhoz nehéz szó jutottak, addig én Rácz Jenőtől, következő vendégünktől egészségügyi információkhoz. Köszönöm szépen, hogy eljött. Jó estét kívánok! Mégpedig, hogy mi beszélhetünk persze arról, hogy mennyit költ a magyar állam az egészségügyre, de egy bizonyos fejlettségi szint fölött, ha jól emlékszem arra, hogy fogalmazott, már nem is feltétlenül azon múlik, hogy hány orvos jut egy körzetre, hanem hogy mi magunk, hogy élünk. Mit teszünk hozzá a saját egészségünkhöz? Igen, régóta tudjuk azt, hogy a lakosság egészségi állapotára vonatkozóan az egészségügyi ellátórendszer befolyásoló képessége egyesek szerint 10, mások szerint 20%-ot tesz ki körülbelül. Most nyilvánvaló dolog, hogy ezt azért nem lehet misztifikálni, hiszen ha belegondolunk abba, hogy valaki, aki mondjuk az intenzív osztályon fekszik, vagy mondjuk rendszeres művesekedelésre szorul, az ő élete szinte 100%-osan attól függ, hogy megkapja a megfelelő ellátást. Ugyanakkor látjuk azokat a statisztikákat, amelyek valóban megdöbbentőek. Nemzetközi szinten is, Magyarországon is. Éppen ma volt egy konferencia, ahol elhangzott egy olyan jellegű előadás, hogy ma Magyarországon, ha valaki érettségével rendelkezik, annak a születéskor várható átlagos élettartama 10 évvel több annál, mint aki egyébként 8 általános iskolás végzettséggel rendelkezik. Tehát nem is a legmagasabb kvalifikációról beszélünk feltétlenül, csak az életminőségét befolyásoló tényezők, tehát hogy milyen munkáját tud ellátni, milyen munkahelyen tudja a munkáját ellátni. Milyen lakhatási körülményei vannak, milyen perspektívái vannak, milyen tudatállapottal rendelkezik, milyen táplálkozása van. És természetesen ez mellett, ha egyszer megbetegszik, nagyon fontos, hogy milyen egészségügyi ellátórendszer veszi körül. Ezzel kapcsolatban, tehát hogyha ezt összefoglaljuk, akkor úgy fogalmazott éppen ezen a konferencián Giri Gyula, aki ezt az előadást tartotta, hogy itt a prioritások nagyon fontosak ebben a történetben. Tehát az, hogy egy társadalom, ha már eljutott egy bizonyos fejlettségi szintre, akkor mit helyez prioritásba? Az emberek boldogulását, az emberek egészségét, vagy az ott esetben egészen más tényezőket? Hát ugye ennek ellenére szerintem az egy fontos adat, hogy az Európai Unió tagállamai közül Magyarország az alsó régióban van az egészségügyre költött összegek tekintetében. GDP arányos összegekről van szó, alig több mint 5%-át költi Magyarország, az uniós átlag pedig messze elfölött van, 7,2%, és a környező országok is jóval többet költenek, mint Magyarország. És azért ennek vannak nyomai, tehát amikor bezár a Szegedi Egyetemi Kórház egy osztálya, mert nincs munkaerő, mert elment mindenki. Ez ugye idén-nyáron történt, vagy halottat találnak a WC-ben, halott fekszik a folyosó órákon keresztül, miközben tudom, elmagyarázták, hogy ennek van egy protokollja, hogy miért kellett őt otthagyni, tehát akkor is. Aztán szülészeten a felújítás és a festés közben a vajudás zavartalanul folytatódhat, ez is az elmúlt hét eseményei közé tartozik. A patkány a pszichiátriai folyosókon, leesve az álmennyezetről, tehát hogy ez az egész közben, függetlenül attól, hogy mi magunk mennyit kéne, hogy tegyünk az egészségünkért, katasztrofális az kép. Tehát nyilván minden viszonyítás kérdése. Tehát ha megnézzük a világ lakosságát, akkor a világ lakosságának 2/3 az rosszabb egészségügyi ellátást kap, mint ma Magyarország. Mi az 1/3-ban vagyunk. Most nagyon meg vagyunk vigasztalva. Igen, tehát mondom, most az 1/3-ban vagyunk, és örülünk, hogy de hát vannak országok, hogy gyakorlatilag nincs egészségügyi ellátás, oda mennek a segélyszervezetek. Gondoljunk bele, Afrika bizonyos országai, Dél-Amerika, Dél-Kelet-Ázsia bizonyos országai. Most mi is azt mondjuk, amikor csatlakoztunk az Európai Unióhoz, akkor mi elindultunk egy olyan irányba, ami nyilván azt szeretnénk, hogyha mi európai módon élhetnénk, európai módon gyógyulhatnánk. 2006-hoz képest, ha megnézzük az egészségügyre fordított kiadásokat, akkor azt mondhatjuk, hogy körülbelül ilyen 2011-12-ig ezek a kiadások folyamatosan csökkentek. 2011-12 után ez fokozatosan emelkedett, és 2016-ra érte azt a szintet, amit egyébként 2006-ban már egyszer elért. Ennek nyilván vannak gazdasági kérdései, és vannak prioritás kérdései is. Az is egyébként teljesen örömtelinek is mondhatjuk, hogy egyébként az idei év, és az idei év és a jövő évre vonatkozóan körülbelül az egészségügy GDP arányos részesedése 0,6-0,7%-kal emelkedik. Ezzel értük el azt az eredményt, amit egyébként ön mondott. Mi azt mondjuk, hogy ha körülbelül 6,5%-ot, tehát a GDP arányos részesedése az egészségügynek a 6,5%-ot eléri, akkor el tudunk jutni olyan szintre, amit pénzt, hogyha egyébként más struktúrában és más átgondolással használunk, akkor érezhetően jobb lesz a lakosság egészségi állapot érzete is. Tehát nem csak az állapot, hanem az állapot érzete is. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy az egészségügyben sajnálatos módon a változtatások, tehát a negatív változtatások azok azonnal prompt jelentkeznek, ha viszont valamilyen pozitív változást elindítunk, akkor bizony a változás az egy kis populista demagógiával nagyon könnyen visszafordítható. Gondoljunk be a kórházak átalakítására. Ugye nem volt olyan kormány, aki nem ütközött volna abba a történetbe, hogy szakmailag indokolható és teljesen alátámasztható intézet átalakítása ne lett volna az adott ellenzék vagy adott populista csoport, aki élő láncos tüntetést tartott volna, miközben teljesen egyértelmű dolog, hogy ott se szakmai, se adott esetben humán erőforrás indokai nem lehetnek, hogy egészségügyi ellátás történjen. Tegye meg, hogy megérteti velem azt, hogy az miért van, hogy van egy egyébként a társadalomban nagyon mélyen beágyazott, nagyon fontos szerepet ellátó egészségügyi rendszer, amelyik rengeteg ember dolgozik, és ezek az emberek nem tudnak érdeket érvényesíteni, nem most, nem tudtak eddig sem, soha se. Ugye egy gazdag pályafutást tudhat maga mögött, orvos, kórházigazgató, kórházszövetség elnöke, tehát elméletileg azt gondolnám, hogy ön erre rálát. Miért nem megy? Egyrészt sajnálatos módon Magyarországon nagyon sok időn keresztül, és nagyon sokan és sokat tettek annak érdekében, hogy az egészségügyi ellátórendszer presztízse ide kerüljön, ahol került. Ha megnézzük azt egyébként, hogy a világon az orvos, mint státusz, az egészségügyi dolgozó, mint státusz, az a top 3-ban van. Tehát mindenképpen nem csak a megcsülésben, hanem adott esetben az elismertségben is. Ehhez képest Magyarországon a különböző politikai csatározások és a hozzá nem értő csatározások azok odáig vezettek, hogy elvesztették azt a nimbuszukat az egészségügyben dolgozók, hogy ők igenis egyébként alkalmasak a gyógyításra, és hittel és lelkesedéssel el is végzik a feladatokat. A szerencsétlen hálapénz dolog, ez nem ártott ennek ennyit? Rengeteget ártott, de azt is látni kell, hogy a hálapénz az nem egy hungarikum. A volt szocialista országok szinte mindegyikében fellelhető, és hát sajnálatos módon ez azzal a következménye volt, hogy annak idején született egy olyan jellegű döntés, ugye ez a szocialista időszakban, hogy az egészségügyi dolgozó, hogy pontosan próbálom idézni, a szántóvető ló hátán élősködő bögöly, ugye így kell is megfogalmazásra, aki csak szívja a dolgozó nép vérét. Ezt hol sikerült így leírni ilyen szépen? Hát ugye voltak olyan időszakok, amikor az orvosokat gyakorlatilag így apostrofálták, és ennek következtében azt mondták, hogy mi nem fizetünk nekik, majd akinek szüksége rá megfizetik. Na most ez a rendszer sajnálatos módon átöröklődött a rendszereken. Azt mondja, hogy mind a mai napig keresztül igazából ezt a rendszert szívjuk mindannyian? Tehát akik az egészségügyben dolgoznak, meg akik rászorulnak? Igen, és ugye látni kell, hogy nincs olyan statisztika, aki azt mondaná, hogy legyen az orvos, vagy legyen az egyéb dolgozó, vagy legyen az beteg, vagy hozzátartozó, aki ne utálná a hálapénznek a rendszerét. És ennek ellenére nem tudjuk ki ezt kiiktatni, mert már nem bízunk egymásba. Tehát hogyan lesz itt jobb? Azt mondja meg nekem, mitől lesz jobb? Ugye hallgatom az ellenzéki pártok egészségügyi elképzeléseit, nagyon nem különbözik egymástól. Haza kell hozni a külföldre menőket, ehhez bért kell növelni, jobb körülményeket kell teremteni, stb. Stb. Pénz, pénz, pénz. Mindegyik erről szól. Ennyi? Pénz? Nem csak pénz kérdése, hanem legelőször is kellene egy nagy levegőt venni, és valaki ellenzékenben vagy a kormánypárton attól teljesen függetlenül meg kell találni azt a politikai és szakmai konszenzust, amely alapján ki tudjuk mondani, hogy ki mit vár el az egészségügytől, és milyen áldozatokat hajlandó azért hozni, egyéni szinten és társadalmi szinten is. De egy volt államtitkár neki rugaszkodott, ennek Kincses Gyula elkezdte ezt. Persze, természetesen a Kincses Gyula is megpróbálta ezt, amikor miniszter voltam, én is megpróbáltam ezt a kérdést, és mindig szembesültünk kellett azzal, hogy sajnos a politika általában politikai ciklusokban, 4 években gondolkodik, és fontosabb neki a 4 éves prioritásban a választóknak a megvétele, mint adott esetben egy hosszú távú konszenzusnak a kialakítása. Van annál jobb üzenet a választók felé ma Magyarországon, mint hogy rendbehozzuk az oktatást, rendbehozzuk az egészségügyet, rendbehozzuk a nyugdíjrendszert? És ehhez konkrétumokat mondana? Üzenetnek nagyon jó, csak az a baj, hogy nem tudnak megegyezni, hogy mit jelent az, hogy egyébként jobbá tesszük. Akkor, amikor, most mondok egy hozzám közel levő várost, ugye Tapolca, amikor Tapolcán választásokat lehet nyerni azzal, hogy azt mondjuk, hogy visszaállítjuk a szülészetet. Miközben azt mondom, hogy az, aki egyébként egy olyan kórházba akar szülészetet csinálni, ahol annak nincsenek meg a szakmai, személyi és tárgyi feltételei, az nem politikát csinál, hanem adott esetben az emberek életét veszélyezteti, legyen az újszülött és legyen az adott esetben a szülőanya is. Ennek ellenére látjuk azt, hogy ez évtizedek óta működőképes, szétverni mindig sokkal könnyebb valamit, mint adott esetben felépíteni, és a felépítés az mindig szakmai evidenciákon alapuló konszenzus. Nem tudom, hogy úgy lesz, az én fejemben most úgy van, hogy a következő beszélgetés, amit egy oktatási szakértővel, Radó Péterrel fogok folytatni reményeim szerint, az mintha a miénknek a folytatása lenne, mert hogy ez pontosan ugyanaz a történet az oktatással, mint az egészségügyel, hogy kívülről beledumálnak, kívülről jobban értenek hozzá, kívülről megoldják, a szakma pedig gondoljon, amit akar. Egyetértek azzal, hogy egy nemzet jövője az az egészségén, a tudatosságon és a tudaton keresztül működik, már pedig ehhez csak saját tudásunkat tehetjük hozzá, senki kívülről nem tud nekünk segíteni. Jöjjön hozzánk gyakrabban. Ezt a mostanit köszönöm.